A bevándorlásra, az aktuális európai problémákra és a roma kérdésre koncentrál a 12. EU tábor. A politikai és közéleti kérdések iránt érdeklődő fiatalok idén is a Hargita megyei Maros főn találkoznak. Már hétvégén nagy volt a sürgés forgás az EU tábor Maros fői helyszínén. A szervezők az utolsó simításokat végzik, hogy minden készen álljon a holnapi kapunyításra. A program színesebbé tétele érdekében számos újítást vezetnek be. A környezet tudatosság erősítését szolgálja például, hogy újrahasznosítható anyagokkal oldják meg a tábor díszítését. Próbáljuk alternatív módon berendezni az egész terepet, amint itt hátul is látható raklapokkal, műanyagpalackokkal, már nem használt CD-kkel dolgozunk azon, hogy nem csak a, ne csak a program, hanem a helyszín is élvezhető legyen, illetve fiatalos modern. A Magyar Ifjúsági Értekezlet az RMDS és a Kóskároly Akadémia Alapítvány égisze alatt zajlott tábor résztvevői a bevándorlás, a roma kérdés, valamint aktuális európai problémák témakörébe nyerhetnek betekintést. Nem az a cél, hogy a cigányságot olyan formában bemutatni, ami, ami a zene, a kultúra formája, hanem egy teljesen más vonalról közelítjük meg. Ugyanakkor a kisebbség kérdéskörét is boncolgatni próbáljuk, hiszen ma a mai Erdély cigányság Erdélyben kisebbségként él, de ugyanakkor a magyar közösség is, Románia egyik kisebbsége, és ezt a hármas háromszöget próbáljuk egy picit megerősíteni, és próbáljuk ezt társadalmi témakörben továbbjárni. A tábor tudományos előadások személyes történetek mellett az aktív kikapcsolódásra is lehetőséget nyújt. A csapatépítő vetélkedők győztesei brüsszeli tanulmányutat nyerhetnek.